A mi hazánk budapesti elnökeként hetente több megkeresés érkezik hozzám Budapestet érintő közbiztonsági témákban. Az elmúlt pár hónapban azonban a megkeresések többsége Kispestről történt, ezért úgy döntöttem, hogy személyesen keresem fel a 19. kerületi Mustafa Kemal Atatürk parkot, hogy saját szememmel bizonyosodjak meg arról, miért szeretne a helyi lakosság több közterületi kamerát és aktívabb rendőri jelenlétet a környéken. Egy perc elejéig ki kell térnem egy identitáspolitikai kérdésre is. Nem telt el hosszabb idő legutolsó videós bejelentkezésem óta, amikor nem tetszésemet fejeztem ki az idegen utca elnevezésekkel kapcsolatban. Most egyel bővült a lista. Azonban nem először járok itt Tóth Zoltánnal, a Mi Hazánk kispesti elnökével. Tavaly egy helyi közvélemény kutatás eredményeként egyértelműen beigazolódott, hogy a hajléktalanok rendszeres jelenléte, kéregetése és alkoholizálása okoz kellemetlenségeket, egészségügyi problémákat. Nem egyszer előfordult, hogy erőszakos módon igyekeztek pénzt szerezni a járókelőktől, ami rendszeres félelemérzet kialakulásához vezetett. Sajnos úgy tűnik, a helyzet változatlan. Szükség van a közterületi kamerákra és az aktívabb rendőri jelenlétre. A Mi Hazánk megerősíti a lakosság kérését. De szeretném megkérni a Mi Hazánk kispesti elnökét is, hogy ossza meg velünk helyi tapasztalatait. Köszönöm a szót. Kispesti közösségi költségvetés lakossági szavazása alapján kijelenthetjük, hogy az itt élőket elsődlegesen lakókörnyezetük állapota aggasztja. A zöld területek állapota, vagy épp hiánya, az úthálózat, a közlekedés minősége, illetve a bűnmegelőzési szempontból fontos közterületi kamerarendszer bővítése kapta a legtöbb szavazatot. Nem mehetünk el szó nélkül a kerületet sújtó hajléktalan kérdés mellett sem. A közterületeken élő, illetve a társasházak lépcsőházaiba beköltöző hajléktalanok nem csak az erőszakos kéregetéssel zavarják az itt lakók nyugalmát. A különböző tudatmódosító szerek hatása alatt álló egymással, vagy bárki mással hangosan hőbörgő, nem ritkán tetlegességig fajuló szóváltások riadalmat és félelmet keltenek a környéken. Ezen a téren már gyilkosság is történt. A másik téma a beilleszkedésre, a társadalmi együttélés szabályaira figyelt hányó kisebbség. Róluk is elmondható, hogy a közvetlen lakókörnyezetük életét szó szerint elviselhetetlenné teszik. Legyen szó az utcán, vagy az adott ingatlan udvarán tárolt nagy mennyiségű limlomról, állandó hangoskodásról, bűnözői szubkultúra megjelenéséről, illetve a szomszédok más módon való zaklatásáról. Az önkormányzat, a rendőrség és egyéb más hatóságok a fel- és bejelentések ellenére nem tesz semmilyen határozott lépést a lakosok számára elfogadható megoldás irányába. Miért nem?